Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Hagymelegvár konyhájában. A mai videóban egy málnás sajtorta elkészítését mutatom meg nektek. Cukormentes verzióban készült, és a keksz alap sem tartalmaz sem cukrot, sem pedig fehérlisztet. A dekoráció viszont csak részben cukormentes. Készítettem belőle egy mini verziót is, ugyanis születésnapi ajándéknak készült, ezért nem vághattam meg, hogy láthassátok, milyen a belseje, vagy milyen megvágva, ezért a picin fogom ezt nektek megmutatni. A kekszes alap hozzávalói. 250 g cukor és fehérlisztmentes keksz, ezt a fajtát használtam, és 100 g vaj. Szükség lesz még egy nagyjából 21-22 cm átmérő tortaformára, aminek az aljára én egy sütőpapírt tettem, az oldalába pedig fóliát. De hogyha nektek nincsen ez az acetát fóliátok, akkor nyugodtan tehettek sütőpapírt az oldalára is, ugyanis szebb lesz a sütemény széle, hogyha nem közvetlenül a tortakarimához ragad hozzá, és így mikor levesszük róla a tortakarimát, akkor megsérülhet a széle. Keverjük össze a darált kekszet az olvasztott vajjal. Jó, alaposan, majd simítsuk a tortaforma aljába, és egy egyenes aljú pohár, vagy én ezt a süti pecsétet szoktam használni ennek a segítségével, jó, alaposan nyomkodjuk le. Ezután tegyük a hűtőbe, míg elkészítjük a krémet. A fehér réteg hozzávalói 330 g krémsajt, 4 lap zselatin, 75 g tej, 75 g görögjoghurt, másfél evőkanál négyszeres erősségű édesítő, vanília ízlés szerint, és 330 g habtejszín. A tejszín felhasználásig tegyük be a fagyasztóba. A lapzselatinokat áztassuk be jéghideg vízbe, én szoktam bele jégkockát is dobni, majd a görögjoghurtot adjuk hozzá a krémsajthoz, és alaposan keverjük ki. Forrósítsuk fel a tejet, az édesítőt és a vaníliát. Öntsük egy tálba, és öntsük rá a felforrósított tejet. Keverjük el, majd ebben fogjuk a feláztatott lapzselatinokat eloszlatni. Fontos, hogy a tej jó forró legyen, mert úgy fog benne eloszlani a lapzselatin. Ezután adjuk hozzá, ha már egy picit szobahőmérsékletűre hűlt, a krémsajtos részhez, és jó alaposan keverjük el benne. Verjük fel a tejszint a maradék édesítővel, körülbelül egy olyan 80%-ig, tehát nem kell nagyon keményre, majd több részletben adjuk hozzá a krémsajthoz, és így verjük tovább. Még az édességét itt állíthatunk, én amit beírok a receptbe, az nálam a végleges édesítés volt, ezt mindenki ízlése szerint és szája íze szerint állíthatja be. A fehér réteget kanalazzuk rá a kekszes alapra. Próbáljuk minél jobban elegyengetni a tetejét. Szép simára. Majd ezután tegyük a hűtőbe, és készítsük el a málnás réteget. A málnás réteg hozzávalói 360 g krémsajt, 250 g fagyasztott málna, ezt le fogjuk pürésíteni, és 150 g-nyira lesz majd belőle szükség, 330 g habtejszín, 4 darab lapzselatin, és egy másfél kanálnyi, vagy kettő négyszeres erősségű édesítő, ez mindenki majd maga döntse el, hogy mennyire savanykásra szeretné ezt a réteget. Először áztassuk be a lapzselatinokat jéghideg vízbe. A tejszint felhasználásig tegyük be a fagyasztóba, hogy jól lehűljön, majd a már felengedett málnát egy szűrőn keresztül passzírozzuk át. Így a magok nem fognak belekerülni. Kezdjük el felverni a hideg habtejszint. Adjunk hozzá egy kevés édesítőt, és ezzel verjük tovább. Forrósítsuk fel a málnapürét, mert ebben fogjuk majd a zselatint eloszlatni, majd a krémsajtot keverjük krémesre. Felforrósított málnapürébe oldjuk el a beáztatott és kicsavart lapzselatint, majd alaposan keverjük el.
édesítsük be ízlésünk szerint, de majd ezt a végén is lehet, amikor már minden össze van keverve. Majd végezzünk hőkiegyenlítést, adjunk a krémes rétegből a málnapüréhez, keverjük jól el, és így tegyük vissza az egész málnás részt a krémsajthoz, majd keverjük jó krémesre. Én szerettem volna, ha egy kicsit kontrasztosabb a két rétegnek a színe, ezért még egy kis ételfestéket tettem ehhez a málnás részhez, de ha valaki nem szeretne használni, azt nyugodtan kihagyhatja. Ez a málna egy kicsit halvány színű volt, ezért volt erre szükség. Ezután adjuk hozzá a krémsajtos részhez a felvert tejszínhabot, és alaposan forgassuk össze. Vegyük ki a hűtőből az előzőleg elkészített réteget, ami már azóta megkeményedett annyira, hogy nyugodtan rá lehet kanalazni a málnás réteget. Alaposan egyengessük el a tetejét, szép simára, picit oda is csapkodhatjuk az asztalhoz, hogy egyenletes legyen, majd egy éjszakára tegyük a hűtőbe. Készítsük el a dekorációt. Ez már mindenkinek a fantáziájára van bízva, megmutatom, hogy én hogyan csináltam. Cukormentes fehér csokit és ételfestéket használtam, valamint szilikonformákat. Három színt szerettem volna készíteni, ezért megolvasztottam a fehér csokoládét, csak így a mikróban, semmit nem tettem hozzá, és különböző színekben. Van, amit fehéren hagytam, van, ami ez egy nagyon pici kis rózsaszín ételfestéket tettem, vagy pirosat is használhattok. Nálam most a málnatorta miatt ezek az árnyalatok kellettek, és különböző árnyalatokat készítettem, természetesen mindenki a saját tetszése szerint tiszt színeket keverhet ki. Belecsurgattam a kis szilikonformákba a csokit, majd betettem a hűtőbe felhasználásig, ott tartottam. Ha elkészült a torta, elkezdhetjük a díszítést. Én ezt a picit ilyen fém mini torta karikába tettem, és egy picit megmelegítettem kívülről, hogy ki tudjam belőle venni, mert abban nem tettem semmilyen papírt, sem fóliát. Habcsókkal díszítettem még. Ez az egy a dekoráció, ami nem teljesen cukormentes. Mert ezek a dekorgyöngyök, ezek és a cukorkák, ezek tartalmaznak természetesen cukrot. De ezek ki is hagyhatóak, és csak a cukormentes csokikat és a gyümölcsöket használjátok. 20-30 g-nyi megmaradt málnapüréhez adtam egy késhegynyi édesítőt és ugyanennyi keményítőt, összeforraltam és ezt töltöttem zacskóba, ezzel díszítettem a tortát. Majd gyümölccsel és kis cukorkákkal díszítettem. A picin meg tudom mutatni, hogy milyen, ha elvágjuk. Ha tetszett a recept, készítsétek el ti is. Nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, még több videóért. Nyomjátok meg a csengőt, hogy értesülhessetek a legújabb videó megjelenéséről. Kövessétek a Hagymalekvárt az Instagramon és a Facebookon is. Sziasztok!